az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Testvéreim, Szent Bruno áldozó pap, rend alapító ünnepén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Te Szent Brunót arra hívtad, hogy a magányban szolgáljon neked, közbenjárására add, hogy a világ forgatagában is szüntelenül neked éljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Kibabonázott meg titeket, ti oktalan galaták, hogy ne az igazságot kövessétek. Mi egészen nyilvánvalóan állítottuk szemetek elé a megfeszített Jézus Krisztust. Csak egyre feleljetek nekem. Az ószövetségi törvények megtartásából nyertétek el a Szent Lelket, vagy a hit elfogadásából. Hát annyira értelmetlenek vagytok, hogy amit lélekkel kezdtetek, azt most testben akarjátok befejezni. Hát hiába éltétek át mindezeket? Ha így volna, akkor csak ugyan hiába. Aki a Szent Lelket adja nektek, és nagy tetteket művel köztetek, ez talán az ószövetségi törvény cselekedetei alapján teszi, és nem inkább a hit elfogadása által. Ez az Isten igéje. Az erővel, a te jobbod összetörte az erővel.
Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak a kérő imádságról. Tegyük fel, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá, és ezt mondja. Barátom, adj kölcsön nekem 3 kenyeret. Útról érkezett egy vendégem, és nincs mivel megkínálnom. De az kiszól, ne zavarj engem. Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek, kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, szörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki szörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei atyátok a szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdag Réten és a televíziók mellett Szent Bruno áldozópap, rendalapító, a kartauziak alapítója, szemlélődő rend formálója, maga is magányba vonuló imádságos lélek. A holnapi rózsafüzér királynője ünnep. A Galatákhoz írt levél üzenete, a mostan hallott evangéliumi bíztatás. Csupa gondolatébresztő tény, amelyeket igyekszünk ma összhangba hozni, egységbe foglalni egy üzenetként. Induljunk ki a mai nap ünnepeltjének lelkületéből, Szent Brunónak alakjából, és az imádságos szemlélődés tényéből. Gyakorlatilag, főleg a mindennapok forgatagában ismeretlen jelenség a szemlélődés, és inkább a keleti vallások után szaladók és különböző mutatványokat vagy gyakorlatokat végzők szándéka az, hogy olyan helyzetbe hozzák magukat, testüket, a körülményeiket, hogy úgymond tudjanak szemlélődni, idegen szóval meditálni
A meditáció sajátos módszer még a keresztény közösségben is, amelynek elérésére biztosítására elég nehéz eljutnunk, főleg aki végzi a mindennapi gyakorlati teendőit, szolgálja a családját, élethivatását. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a szemlélődésre, az elcsendesedésre, és főként az Úr Jézus küldetésének és a mi keresztény küldetésünk átgondolására ne lehetne egy kis időt biztosítanunk. Nem tudunk elvonulni a magányba, az is nagyon nehéz, hogy különleges élethelyzetekben időt szakítson az ember arra, hogy csak magával foglalkozzon, a gondolataival, szándékainak átgondolásával. Jegyes pároknak szoktam ajánlani, tudván azt, hogy amúgy is lehetetlen az, amit ajánlok, de mégiscsak meg szoktam említeni, hogy az esküvő előtt például nem a lakodalom, meg egyéb rendezvény szervezéssel kellene foglalkozniuk azoknak, akik életre szóló közösségre jutnak, és ezt megpecsételik a házasságkötéssel, hanem el kellene vonulniuk magányba, és saját életük terveivel kellene, hogy foglalkozzanak. Más szóval lelki gyakorlatot kellene végezniük. Amikor bennünket pappá szenteltek, vagy diákonussá azt megelőzően, akkor kötelező az 5 napos lelki gyakorlat, hogy a hivatásunkra fölkészüljünk, kötelező mind a mai napig, és mint egy kötelező jellegű lenne legalább 1-2 évente a papoknak is lelki gyakorlatot végezniük, vagyis elvonulni a világtól és szemlélődni. Ezt mint látjuk, vagy tapasztaljuk sokszor, életkörülményeinket tekintve nehéz megvalósítani. De most jön a holnapi ünnepünk, annak már a vigiliáját, előszelét érezzük. Holnap ugyanis a rózsafüzér királynőjét köszöntjük, a szűzanyát, és a rózsafüzér imára gondolunk, és gondoljunk most éppen arra, a Szent Mise előtt is elvégeztük a mai rózsafüzérünket, hogy éppen ez az imádság legalább egy fél órára elcsendesít bennünket, és Jézus életének titkait szemlélteti velünk. Kifejezetten ilyen imádság a rózsafüzér, szemlélődő imádság, ezért beszélünk titkokról, mert azok a jól ismert események, amelyek önmagában véve a szószoros értelmében nem számítanak titoknak, mert hiszen le vannak írva ezek a történetek, vagy Jézus életének eseményei az evangéliumokban, de hogy miért vállalta mindezt értünk Jézus, és nekünk mindehhez mi közünk van, és ez hogyan alakítja az életünket az üdvösség útján, ez már titok, ezeken el kell gondolkodnunk, ahogyan tettük ezt ma a világosság olvasójának elimádkozásával, amikor a bűnbánat és keresztség titkáról, az Úr Jézus megváltó küldetésének csodáiról, kánai mennyegzőről, tanító küldetéséről, a színeváltozás csodájáról, és legfőként a most is ünnepelt eukarisztiáról tűnöttünk. Ezek titkok, amelyek Jézus életének egyre jobb megértéséhez vezetnek, segítenek minket, és legalább még ezt a szép imát imádkozzuk, akkor egy fél órára elcsendesedünk, elvonulunk a világtól a templom csendjébe. És ugyanakkor a titkok szemlélése egyúttal folyamatos kopogtatás az égiek ajtaján, folyamatos kérés, könyörgés az Úr előtt, az Úr színe előtt, vagyis az álhatatos imádságnak jele,
miközben szemlélődünk. Minden tizedben 10-szer elmondjuk az üdvözlégyet, mely kopogtatásként hat a saját életünkben is, és ugyanígy az égiek kapuján. Ezért is szoktam említeni, hogy ezek a közös imák egyesítik ima szándékainkat, és a televízió kedves nézőivel is együtt imádkozva közösen kérünk, közösen kopogtatunk a mi életünk ügyes-bajos dolgait rendezvén, vagy hálaadásunkat oda téve az oltárra, a Jóisten elé. A titok, a szemlélődés egyúttal az álhatatos, kitartó, kérő imádságra is alkalmat biztosít, amiként ezt a mostani evangéliumban hallottuk, aki kér, az kap, aki keres, az talál, az örgetőnek ajtót nyitnak. És ne feledkezzünk el a Galatákhoz írt levél mai üzenetéről sem. A mai szentleckében ugyanis arról hallottunk, hogy Szent Pál apostol nekiszögezi a kérdést a galatáknak, akiket sokszor oktalannak tart, mert vissza akarnak térni a külsődleges vallási szokásokhoz, az Ószövetség népének korábbi szokásaihoz, és elfeledkeznek arról, hogy az ő életük alapja a Krisztusba vetett hit. És éppen az Úr Jézus élete titkait megismerve, a hitünkben, a keresztény hitünkben tudunk elmélyülni, amelyre egész életünket rátesszük, és Krisztus élete formál át bennünket, azért vagyunk krisztusiak, keresztények. És nem a külsődleges gyakorlatok, hagyományok, külső vallási szokások jelentik a teljességet számunkra, bár ezek is adódnak a mi hívő életünk gyakorlatából, hanem a Krisztusba vetett hit segít el bennünket az üdvösség útjára, hogy az ő útján járva el is nyerjük az üdvösséget. Szemlélődés, rózsafüzér királynője ünnep, Szent Bruno példája, a Galatákhoz írt levél figyelmeztetése, Krisztus szava a kérő imáról, ezek most mind visszhangra találnak lelkünkben, életünkben, és ami most röviden elgondolkodtunk, az jelentsen a továbbiakban is lelki életünk alakításához fontos szempontokat, melyeket elővehetünk a továbbiakban, az előttünk álló napokban, és keresztény életünk formálásának feladatában. Kérjük a mostani szentmisében is, hogy Krisztus életének titkaihoz egyre közelebb kerüljünk, legyen időnk és alkalmunk elcsendesedni, szemlélődni ezeken a titkokon, amelyekre rátesszük egész keresztény életünket az üdvösség reményében. Amen. És most kérjük testvéreim Krisztus Urunkat, a jó pásztort, Szent Bruno áldozópap emléknapján, hogy mutassa meg szeretetét is irántunk, és hallgassa meg kéréseinket. Urunk, Te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Kérünk Téged, hallgass meg minket! Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Ferenc pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse. Kérünk Téged, hallgass meg minket! Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Kérünk Téged, hallgass meg minket! Aki ismered Tieidet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad. Kérünk Téged, hallgass meg minket! Aki váladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt,
erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged. Kérünk téged, hallgass meg minket! Testvéreim, ebben a Szent Misében hálát adunk az elmúlt napok kegyelmeiért, különösképpen a templom szentelésért, búcsunk ünnepéért, és megköszönjük egyházközségünk tagjainak, szolgálóinak, önkénteseinek összefogását. Megköszönöm magam is, mint lelkipásztor, és a Jóisten elé tesszük most az oltárra hálaadásunkat, a közös szolgálatért, összefogásért, amelyben a pásztor és a nyáj közösen haladhatott és haladt tovább a megkezdett úton, mind itt az egyházközségben, mind pedig az üdvösség útján. Ezért záró könyörgésben, itt a hívek könyörgésének imájában fejezzük ki ezt a hálaadást. Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek szolgáló szeretetével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. És most pedig a 229-es éneket folytatjuk. Köszönhetek, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének kíséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész szent egyházára. Istenünk, te Szent Bruno áldozópap lelkében a régi ember helyébe saját képedre kialakítottad az újat. Hadd, hogy mi is lélekben megújulva ajánlhassuk fel ezt az engesztelő áldozatot, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten. Mert magasztalnunk kell gondviselésed, csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod. Így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Oh,
szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk feltámadásodat, ami ellen jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Brunóval és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Békevelet. Isten várjon. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. 144-es éneket énekeljük szent áldozás közben. Jézus, 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 Jézus
Könyörögjünk. Kérünk mindenható Istenünk, hogy mi, akiket ennek a szentségnek ereje táplál, Szent Bruno példájára téged mindennél jobban keressünk, és ebben a világban az új ember vonásait viseljük, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a Szent Mise befejező áldása előtt szeretettel hirdettem különösképpen a televízió kedves nézőinek, hogy mához egy héttel csütörtökön a templom szentelés ünnepét tekinthetik meg az Ige és Élet műsor folyamunkban. Ebben az időben felidézzük a templom szentelés nagy ünnepét. Ezekben a napokban hálaadó zarándokútra indulunk egy zarándok csoporttal. Még 2-3 hely üresen áll, várja az érdeklődőket. A holnapi napig lehet még jelentkezni a holnapi nap folyamán a 707-1111-es telefonszámon. Azok jelentkezését várjuk, akik szeretnének csatlakozni a lelki közösséghez, ima közösséghez, a San Giovanni Rotondóba induló, Szent Pió atyához induló zarándoklathoz, hogy az ő közbenjárását, a kegyelmek anyjának oltalmát megköszönjük, és az Úr Jézus szent szíve elé terjesszük hálaadásunkat a templom szentelésért és annak bőséges kegyelméért. Most a Szent Mise után önkéntes találkozó lesz a kávézóban, később majd az énekkarnak értékelő találkozója, és a hagyományos szentségimádás is megkezdődik majd itt a templom szentélyében. Fogadjuk életünkre Isten áldását, és az angyalok királynőjéhez fordulunk a mise végén a 287-es énekkel. Két versszakot éneklünk, angyaloknak királynéja és rózsafüzér királynéja, tiszta szűz. Mind a jelenlévőkre, mind a kedves televízió nézőkre kérem Isten áldását. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértéssel ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozatot helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögj értünk. Szent Pió atya, könyörögj értünk. Magyarok szent őrangyala, könyörögj értünk. Mindnyájan szent angyalok, könyörögjetek értünk. Istennek minden szentjei, könyörögjetek értünk. Isten gazdag régen,